összelettünk ültetve Simonnal, aminek én nagyon örülök, mert mindenféle új ismerettségnek tudok örülni akkor, hogyha valakit ismerek mondjuk innen-onnan, amonnan, de nem ismerem személyesen. Úgyhogy azzal jöttem ide, hogy megkérdezem, de már az előzetes beszélgetésből kiderült, hogy uszodai fiú vagy. Ja, igen. Mert hogy én meg színésznőnek készültem. Na. Úgyhogy akkor már is van egy... Te színésznőnek készültem. Én színésznőnek készültem, aztán úgy alakult az életünk, hogy apukám megismerkedett az én második anyukámmal, vagyis a mostohámmal, aki soha nem volt a mostohám, aki Bara Margit. És akkor úgy gondoltam, hogy talán egy... Nem tudom, ezt sose tudom, itt elakadok, hogy Bara Margit volt, vagy Bara Margit van. Hát Bara Margit pont. Igen. Ugye? Tehát ez hogy kell? Hogy kell ezt helyesen? Így, hát Bara Margit. Nem lehet a neve múlt időben. De hogyha édesapád Gyarmati Dezső mondjuk egy énekesnőt veszel feleségül, vagy egy másik sportolót, akkor most lehet, hogy színésznőként vagy itt? Hát nézd, énekesnőnek biztos, hogy nem mentem volna, mert hogyha hallanád, hogy hogy énekelek, akkor biztos úgy gondolnád, hogy jobb is. Tehát mennyből az angyal karácsonykor, szerintem az angyal kirohan a városból, ha meghallja, mikor. Biztos, hogy nem rohan ki, ha ilyen zserbó van ott az asztalon, ja, amit hoztál. Zserbó az rendben van. Biztos, hogy nem rohan ki. De... Tulajdonképpen neked akkora volt ez az árnyék, Bara Margit árnyék, hogyha hozzá leszel nem, viszonyítva, akkor is. Azt mondod, hogy inkább nem. Ez csak duma. Ez csak duma, nem. Sokáig színésznőnek készültem, de mindig volt egy olyan vonulata a dolognak, hogy gyerekekkel akarok foglalkozni. Talán vannak máshol is színpadok. De az kell, hogy legyen? Nem olyan színpad, ahol tudom, Shakespeare-t játszunk, hanem... Platform, ahol lehet. Igen, és én azt hiszem, hogy én azért megtaláltam a... Hát, hogy megtaláltam a helyemet, az egészen biztos. De kell, hogy színpad legyen? Már olyan értelem a színpad képletesen. Tehát, hogy platform, visszatükröződési felület, ahol az mindenképpen exhibit... Mindenképpen kell visszajelzés. Miért kell? Hát, ez egy jó kérdés. Miért kell? Szerintem szereti az ember, nem, hogyha tudja, hogy más mit gondol arról, amit csinál. Igen, mindenképpen kell az, hogy visszajelzése legyen az embernek. Ez egy mérhető sportágban nagyon egyszerű. De ma mi a visszajelzés? Honnan tudod, hogy csütörtökön jobban teljesítettél, mint szerdán? Azt nem tudom. De elindultam idefele jövet, ugye... Természetesen fölveszem a magasarkú cipőt a csípőprotézis műtét után, macskakő, tipegek az utcán, a zserbóval egyensúlyozva. Amit nagyon köszönünk, mert hogy hoztál igen. Zserbót. Köszönöm szépen, és azt mondja, egyszer csak jön szembe egy hölgy, kicsit jobban biceg, mint én, mert én nem bicegek már, és azt mondja, hogy imádom magát. Mondom, hát ha ilyeneket tetszik mondani, akkor én is imádom önt. Még jó, hogy ideért a zserbó. Na ezt akartam, de milyen veszélynek volt kitéve. Ezek visszajelzések arról, hogy valakinek valamit tudtam adni. Ha rossz jön, volt olyan? Hogy ne lett volna. Hát. Azt hogy fogadod? Szomorúan. Szomorúan? Szomorú, persze. Nem az a típus, aki lerázza magáról? Nem mindig sikerült. Nem mindig sikerül, és például, hogyha elmegy egy beteg tőlem, mert ilyen előfordul, nem csak azért, mert elköltözik, hanem mert mást választ, akkor nagyon érdekel, hogy mit hibáztam. Nem azért, mert tetemre hívás a dolog, hanem hogy tessék megmondani, hogy mi volt a baj, mert abból én is tanulok, hogy mit igen és mit nem. Egyet mesélsz, ami mondjuk későbbiek során önkritika tárgyával lett téve, valami, amit te nem jól csináltál egy ideig, és erre egy szülő... Hát ez egy nagyon, nagyon, de nagyon sokat van rólam szó. Mindjárt már, rögtön. Olyan hosszú az adás, én meg úgyis még tele még volt a szám. Bemelegítesz? 200 vegyes. Szóval, ugye egy körzet, mikor kikerültem körzetbe, sok-sok-sok-sok évvel ezelőtt, 89-be, és akkor, hogy van a rendes rendelés, a betegellátás, és van az, hogy akkor valaki azt akarja, hogy kimenjek, és ennek vannak szabott árai. Jártam rendszeresen, megkaptam a, mit tudom én, azt hiszem, akkor 1000 forint volt a kvázi a tarifa, és mindig adták borítékba, és egyszer csak azt találtam mondani, hogy
hagyjátok a borítékot, hát nem érdekes, hát jó az a pénz úgy is, ahogy van. Valami ilyen eléggé sutyermák dolgot sikerült kipréselnem magammal, és elmentek tőlem. És nem értettem, mert jóba voltunk, a gyerek fulladt sokat, én vittem őket a László kórházba, tehát volt egy elég intenzív emberi kapcsolatunk is. És akik által hozzájuk kerültem, kérdeztem, hogy kérdezd már meg, hogy mi volt a baj. És azt válaszolta az anyuka erre, ennek a közvetítőnek, hogy mert én lenézem az ő 1000 forintjukat, mert azt mondtam, hogy nem kell a boríték, és rájöttem, hogy én is úgy tanultam otthon, hogy borítékba adjuk a pénzt annak, akinek adjuk, és bizony én voltam a bunkó. És mit csinálsz ilyenkor? Utána mész, és ezt megpróbálod elsimítani? Ezt már nem lehetett elsimítani, aztán mikor egyszer találkoztam velük a körzetbe, akkor ezt tisztáztuk. Nem volt ezzel sem, tehát bántott engem, mert belenyúltam valamibe, amit otthon, mint udvariassági szabály megtanult, amiben nem lehet belenyúlni. Simon, te ugye próbálkoztál a színművészetből. Azt hittem, hogy mit szólok a borítékhoz. Simon, te hogy oldottad meg a borítékot? Szeretjük a borítékot. De nem vettek fel a színművészeti főiskolára. Mert nem vettek már föl, későn próbálkoztam. Tehát én azért az a próbálkozás, az egy nagyon erős kifejezés. Tehát oda mentem, egy verset megtanultam, azzal oda mentem, a Gálfi László indított osztályt, és voltam 27 éves mindehez, mert akkorra sikerült leérettségiznem. De előtte miért nem érettségiztél? Hát mert nem volt fontos, hogy nem úgy alakult az életem. De a családnak se volt fontos? A családnak az volt a fontos, hogy valamit csináljak. Tehát azért nekem egy nagyon jó családom van, hála jó Istennek, és az apukámmal bár keveset éltem együtt, de vele is nagyon jó volt a kapcsolatom, de azért főleg az anyukám és a nagymamám is tápolt, és ők kísérnek az utamon. És az anyu mindig azt mondta, hogy jó, kisfiam, oké, de akkor menjél dolgozni. És mi tehát, mindenfélét csináltam? Hát rengeteg dologba belefogtam, de a lényeg az volt, hogy tehát olyan nem volt, hogy akkor otthon ülök és nézem a plafont. Hát olyan nincs is. Tehát az van, hogy vagy tanulsz, vagy dolgozol, valamit csinálja. És akkor így nagyon sok mindenen keresztül jutottam el oda, hogy 27 éves koromra sikerült egy esti levelezőn leérettségizni, de oda is egyébként egy barátom iratott be, mert magamtól nem mentem volna el, csak miután már beiratott, ezért kénytelen voltam elmenni, hogy ne hozzam őt cikibe. És azért 2 év alatt gyorsan leérettségiztem. Ha nem viszel, akkor neked a mai napig nincs érettség? Az is lehet, igen. Az is lehet. És ellenőrzött, hogy jársz-e, nem? Nem. 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 Hát onnantól már ez az én karmám. És nem akartad otthani, tehát amikor beléptél, akkor nem lehet, ott, nem lehet, nem lehet, és életem egyik legjobb élménye volt ez az iskola. Tehát ez a két év alatt, és a legrosszabb jegyem 3-as volt, és az érettségim is, minden más 4-es, 5-ös, soha nem voltak ilyen jegyeim, egyik iskolába soha jártam, és hát nagyon jó tanárokkal találkoztam, akik tényleg tudták, hogy akik itt vannak, azok tanulni akarnak. És tanulni akarnak, és nem azért jönnek ide, hogy most itt szórakozzanak, és ez egy nagyon, nagyon jó attitűd volt. Hát, tehát én soha nem gondoltam, hogy bennmaradok szünetbe, és faggatom a történelem tanárt, aki egyébként a Nemzetvédelmi Egyetemen a vezető egyik, csak oda jár, és tanít felnőtteket. Tehát ez egy nagy dolog. Na mindegy, és akkor így jutottam el a felvételire, Ahol egy verset vittem, meg valami tulipánt, hogy ezt el tudom énekelni, akkor jót röhögtek nyilván, meg megkérdezték, hogy minek jöttem ide, amikor egy kétoldalas ilyen CV-t leraktam, hogy már mikbe szerepeltem, és megkérdezte a Gálfi László, hogy és akkor Simon maga bejárna reggel 8-tól éjfélig a főiskolára, és akkor mondtam, hogy dehogy járnék be, és akkor ezzel így el is döntöttük azt a felvételit. De neked hiányzik, nem? Nekem azért hiányzik, mert én azért, hogyha érdekes, meg tényleg ugye ebből a érettségi sztoriból is ez kiderül, tehát ha valami érdekes, és úgy is mesélik, meg úgy is tanítják, akkor én nagyon szeretek hallgatni, figyelni és tanulni. De szerinted te másfajta színész vagy azáltal, hogy nem végeztél semmi ilyesfajta iskolát? Figyelj, én eleve szerintem teljesen másfajta színész vagyok, mint azért a színészek.
Tehát én például egy olyan klasszikus értelembe véve vett színész, nem biztos, hogy tudnék lenni, aki, mit tudom én, 40 oldalas monológot. Én még végszavaztam Margit néninek. Tehát az hihetetlen, tudod, az hihetetlen mi kell, volt. Hogy a fejükbe legyen a színészeknek, tehát én is ugye azért sok nagy színésszel dolgoztam, de hát azért többen is vannak, akik így lekenyereztek a tudásukat, tehát az, hogy például az Elek Feri, ő a forgatáson benne volt a fülébe a fülhallgató, hallgatta az új darabnak a szövegét, közben olvasta, amit aznap fogunk csinálni a forgatáson. Tehát ez eleve már egy olyan, akkor a kapa. Mucsi Zoltán. A Tóth János című sorozatot forgattuk, táskája ilyen vastagon megpakolva, és mondom neki, hogy kapa, ez mit viszel abba a táskába? Szóval, hogy mit, hát így belenyújt, ez a következő részek, amiket majd forgatunk, ez a mai, ezt még átolvastam tegnap meg ma, ezek a három új darab, amit próbálok, ez meg ma este lesz a nehéz, és akkor így nézd, és így elkezdte lapozni. Szóval nézd, így kezdődik. És mit te lapozott 15 oldal. És a például ezt tényleg ezt annyiszor meg akartam kérdezni. Van aki, mert azt tudom, hogy a Márkus Laci, vagy Márkus László, bocsánat, ő mindent kézzel kiírta, tehát le is írta. Na most az okay, hogy van egy olyan mennyiségű anyag, amikor már nem bírod szájjal, tehát nem tudod hangosan megtanulni, tehát akkor nem tudom. Hogy van, aki aláhúzza, vagy kiemeli, vagy sor kiemelővel. Én csak kiemelővel. És hova kerül az a rengeteg anyag, amit megtanulsz? Tehát jó, mondjuk van, hogy hívják ezt? Felújító próba? Igen, vagy? Igen, színházban. Így hívják, hogy felújító? Igen. Na de van egy csomó, ami megy a kukába. Hát az elkerül a tudatalattiba, vagy tudod szépen idézgetni? Hát, de vissza lehet azért hozni. Vannak, amire emlékszik az ember, tehát hogyha azért úgy újra elolvasod, és úgy beugrik, akkor ez úgy megvan. Aha. Megvan. De a mesterség technikai tudását illetően, azt észreveszi Gálfi Máté, tehát aki oktatja és neveli a növendégeket, hogy te nem végeztél ilyen értelemben színészképzést? Hát, szerinted? Nem tudom megmondani, mert nem voltam még ilyen helyzetben. Nekem az ilyen visszajelzés, meg visszaigazolás így ezzel kapcsolatban, nekem mindig az volt, hogy amikor olyan emberek hívtak dolgozni, akkor valahogy egy picit mindig megnyugodtam. Mert amúgy nem vagy nyugodt, hogy a saját képességet hát amúgy nem hiszem el. Nem is az, igen, tehát nem az, hogy nem vagyok nyugodt, hanem úgy nem hiszem el, tehát egyszerűen annyira gyorsan történik minden. Már melyik részét? Az, hogy színész lettem? Igen. Nagy filmekbe játszok? Igen. Tehát ez így 15 évesen elkezdődött, és valahogy mindig ott volt nekem, mindig ott lett nekem, mindig belecsúsztam, és valahogy mindig akkor hittem el, amikor mondjuk, mit tudom én, a Jancsó Miklós elhívott a filmjébe, vagy az Alföldi Róbert elhívott egy darabba játszani, vagy a Tarbéla fölhívott, vagy hogy tényleg, hogy barátként tekintenek rám, meg én is barátként tekintek olyan nevekre, akik tényleg nagy színészek, és hogy van munkám, vagy szokott lenni munkám, ezek a visszajelzések. Igen. Tehát ez igazából neked mi fontos. A visszajelzés? Gyere, hát, hogy eljönnek hozzá. Várjál, nem, megalakulunk, és kérdezünk. Például összejöttetek, hogy hozol egy zserbót, hogy ilyen nagy nyitottsággal fogadtok, amikor jelentkezem nálatok, hogy gyertek el. Hát, mert egy felkészült ember vagy, és ezt szeretik a hozzánk hasonlók. Egyébként is, azt gondolom, ugye itt elhangzott az a mondat, hogy az embernek, vagy nekünk, vagy nekem, neked kétségei vannak, hogy azok az emberek, akik kétség nélkül élnek, azok szerintem kibírhatatlanok. Nem tudom. Mert valamikor eluralkodik rajtad? Sokszor. De meddig vagy képes eljutni a parázásba, és a saját magadba vetett hit megkérdőjelezésében? Figyelj, inkább a praktikus okok, amik így az utamban szoktak állni. Tehát, hogy amikor mondjuk azon gondolkozunk, de nyilván most nem lehet normális esetnek tekinteni az elmúlt másfél-két évet. Hát mert ugye, az év nem volt normális. Igen, tehát, hogy ezt egyszer nem tudja szerintem sok ember kezelni, nem csak én, meg nem csak mi előadó művészek. Viszont ha már arról beszélünk, hogy valaki el tud bizonytalanodni saját magába, kétségeket, tud komoly kétségeket ébreszteni a saját alkalmasságát illetően,
te például édesanyádat, Székely Évát, édesapádat, Gyarmati Dezsőt láttad nagyon maga alatt? Tehát amikor úgy voltak ők, meg két héroszról beszélünk, akik aztán tényleg ilyen megkérdőjelezhetetlenül voltak. Igen, Endre, csak hogy ez a két hérosz nekem ugyanúgy az apukám és az anyukám volt, ahogy neked van apukád, meg anyukád, meg neked is. Tehát imádnivalóak voltak, rettenetesen hiányzik mind a kettő. Nagyon vicces dolgokon tudtak összeszólalkozni. Mindvégig rettentően szerették egymást a válás és az apu új családja, és az anyu jóba volt a hugommal, és a hugom jóba volt az anyuval, és én jóba. Tehát keresztbe kasul minden. Ez mi múlott, Andrea, nem minden házasság? Intelligencián, és szerintem azon, hogy ez három, Margit nénivel együtt, ez három olyan ember volt, akik becsülték és tisztelték egymást, és szerettek minket az Eszterrel, tehát a mi kedvünkért. A két nő egymással sose beszélt. Uh-huh. Soha. Nem beszélt. Soha. Ugye egy rakáson laktunk itt Óbudán, apujék is, mi is. Na most volt olyan, hogy jött haza az anyu buffogva, hogy találkoztam a Margittal, és el akarta venni a spenótomat a Mirelit pultból. Mondom, de anyu, hány spenót volt még? Az mindegy, én azt fogtam meg, és ő is azt fogta meg, és az egész környék ezen röhögött, hogy két ilyen kvázi hírosz, nem tudom, igen. És akkor hívom az Esztert, mondom, na nálatok ez hogy hangzik? Eszter Baromorgit lánya, tehát a testvéred. Az én testvéred. Gyarmati Eszterről beszélünk. Igen. Azt mondja, anyu hazajött, lila volt a fej, és azt mondta, hogy a Székelyével el akarta lopni a spenótomat. És apu csendesen, szerintem az apu generálta is azt, hogy a két nő nehogy véletlenül jó helyz, vagy ki, szóval barátságba kerüljenek, mert akkor megették volna ketten együtt. Apu. Soha nem is kerültek közel egymáshoz? Az életük vége felése? Amikor baj volt, akkor igen. Akkor tehát igen. Amikor az apu beteg lett, amikor a Margit beteg lett, amikor az anyu beteg lett, de nem voltak, hát érthető módon. Persze. Hát itt volt azért egy szép fiú, aki az egyiké volt, a másik hát megnyerte, hozta, vitte. De a másik nyerte meg? Tehát a válást ő indukálta? Azt gondolom, hogy igen. És azt nem tudom, hogy ki nyert mit, mert mondom, a szüleim mindvégig, tehát tényleg mindvégig napi kapcsolatban voltak az uszodába, és az apu följárt az anyuhoz. A karácsonyok voltak logisztikailag nagyon nehézkesek, mert ugye mindenki mindenkivel akart karácsonyozni, de a két nő nem volt összeülthetett. Ja, és amikor, hát hogy ugye mindig csak a fonákját, mert a fonáki az érdekes. Mikor másodszor a férjhez mentem, a második férjemhez természetesen, akkor rettenetes nagy cirkusz volt, hogy legyen az ültetési rend. Mert hát a két nő nem ültethető össze. És akkor elkezdte az anyu, hogy meg lesz-e hívva a Margit. Mondom, természetesen, hát a Margit része az én életemnek, hát mindenki meg volt hívva. Akkor éppen az volt a dilim, hogy az első az egy csendes esküvő volt, most aztán hadd szóljon, úgyhogy hadd szólt. Akkor én nem jövök el az esküvődre. Mondta édesanyám. Mondta édesanyám. Kedvesen, amin kiakadtam, akkor a Máté, a fiam, meg lelkiban bízta az anyut, hogy ne csináld, de most nem a fészekrakás idejében mentem férjhez másodszor, mert 48 éves voltam, tehát akkor már azért az ember, tehát máshogy. Akkor az apu hívott tetemre, hogy jön-e anyád az esküvőre, mondom, nem értem a kérdést, mert hogy akkor a Margit nem jön. És akkor azt találtam mondani az apunak, hogy apu, ezt intézze le, én most éppen férjhez készülök menni, úgyhogy hagyjál engem ezekkel a problémákkal. Ez a te szégyened, hogy a két nő nincs békében. Akkor elkezdődött, hogy az anyu nerckeppet akar fölvenni, a Margit meg igaz gyönnyakláncot. És mondtam, hogy ne haragudjatok, de én volnék a menyasszony. Tehát nagyon vicces, ott mindaddig, jó, megoldottuk, a két nő háttal ült, vagy félig háttal egymásnak az ültetett vacsoránál, de egyszerre jutott eszükbe, hogy haza akarnak menni.
És ültek a Gundel előterébe, mondta a Gábornak, hogy gyere, menjünk, mert az anyu haza akar menni, a Máté hazaviszi. És azt láttam, hogy a két nő egy kanapénak a két oldalán így félrehúzódva ült. Minél távolabb egymást. Minél távolabb egymást, a szerencsére mind a kettő rövidlátó volt, és mondtam a Gábornak, a férjemnek, hogy figyelj, mi most nem köszönünk el egyiktől se. Tehát ezt oldják meg maguknak. Menjünk szépen vissza a terembe. Együtt lehetett azért ezzel élni. De hogy az eredeti kérdésre visszamenjünk. Az volt a kérdés, hogy lehetett elviselni két... Nem, hanem hogy ezt a két embert láttad te úgy Isten igazából maga alatt. Amikor nem tudta ez a két ember, hogy hogyan tovább. Tehát elhatalmasodott rajta, akár egzisztenciális, akár saját mága... Nem mond? Pillanatokra igen, de mindig az volt, hogy az apunak az volt ez a tomorrow will be another day, vagy a felhők fölött kék az ég. Tehát holnap egy új nap van. Holnap egy új nap van, és nem. Menni, csinálni, tenni, javítani, segíteni. Nem. Azt hiszem, hogy nem. Betegségben igen, a vége felé. De abban is úgy, hogy azt mondta az apu, félek. És ez olyan fantasztikus volt, mert az apám nem volt egy hette, és nyilván ismerted az uszodából. Nem az alkat és fazon volt, akiről egyetlen az embernek eszébe jutott, hogy félhet. Mondom, mitől félsz, apu? Attól, hogy el kell menni, mert élni nagyon jó. Mondta úgy, hogy agyon volt operálva, és mindenféle betegségei voltak, és mindenhol volt minden, nem is akarok róla beszélni. Még akkor is az volt, hogy élni nagyon jó. És azért ez egy nagyon jó csomag, amit én kaptam. Simon, te édesapától mit kaptál? Ugye ő nagyon hasonló karakter lehetett így az olvasmány élményei alapján, gondolom, mint amilyen te vagy most. Most hirtelen rá akartam vágni azt, hogy kimondtad a kérdést, hogy 6 féltestvért. Tehát ugye így indulunk. Várjál, bocsánat, hogy közbevágok, de abszolút a testvéreidnek érzed őket, nem? Abszolút. Abszolút. Tehát ez a féltestvér, mint tény, ilyen nincs, mert melyik fele a testvérem? Hát a teteje, az alja, a jobb oldala, vagy a testvérem, vagy nem? Vagy nem, és hogy kivel találkozó, kivel nem. Tehát, hogy tehát hozzá kell tenni, hogy ugye, tehát 3 felesége volt. Szép. Már katonakorába született, azt hiszük az első, mert nem ismerjük. Az első gyerek, ő se találkozott vele, ezt nagyjából így tudjuk, igen. Tehát ez egy nagyon homályos része a család történetünknek. De hogy van egy bátyám, 2 nővérem, egy húgom, egy öcsém, és én, és hogy így azért... Te vagy a legkisebb? Nem, a húgom A húgom a legkisebb közülünk. Én a 3. legkisebb vagyok, és hát, hogy összejárunk. Aha. Tehát azóta is, az apu 97-ben halt meg, és azóta is a testvérek között ez egy töretlen és jó és megmaradt kapcsolat. És van valaki, akivel nevelkedtél? És van a húgom, az édes testvérem, konkrétan vele nevelkedtünk együtt. Szóval akivel egy lakásban Egy lakásban, sok testvérrel ugye így az országban, és hát több nagymamával, több nagypapával. Aha. Tehát azért... Így jöttök össze? Tehát minden generáció összejön? Aki van, az összejön. És mondd, mindannyiótoknak hasonló képe van édesapátokról? És mindannyiunknak hasonló képe van, viszont... Az milyen kép? Hogy ő egy ilyen szenvedélyes, bohém ember volt? Ő egy ilyen szenvedélyes, bohém ember volt, iszonyatos nagy szívvel, és iszonyatosan nyughatatlan volt. Uh-huh. Tehát azért ez annak tudható be főleg. Annyit mondasz el, amit akarsz erről, de ha jól sejtem, akkor itt azért voltak párhuzamosságok, ugye? Voltak. Gyerekek tehát, tekintetében, kapcsolatok tekintetében. Így van. Tehát például az, amikor én már megvoltam, de a húgomat várták anyámmal, akkor azért közben becsusszant a félöcsém, ugye?
mellett azért ő azért egy eléggé nagy életművész volt az én apám, tehát ő egyrészt a Kurírnál volt újságíró, másrészt pedig amatőr színjátszók voltak, ők hozták be az országba úgymond az utcaszínházat, és hát rengeteg filmbe, tehát az Eldorádóba, a Legényanyába, a Meteóba, a Tutajosokba, a Talpukat, Fütyül a szélbe, tehát rengeteg mindenben játszott színházba. És hát Szabó Ervinnek hívták. Szabó Ervinnek hívták, és például én gyerekkoromban, én még akkor nem is tudtam, de nagyon jóba voltam már nagyon nagy színészekkel. Tehát a Bányani, a Csámpi, a Gáspár Dörner. Sándor. Ja igen, a Gáspár Sándor, a Dörner György, tehát ők azért mind akkor az apunak nagyon jó barátai voltak. De amikor Bereményi Gézával találkoztam először, akkor is úgy mutatkoztam be, hogy ja, és akkor te vagy a Simon, tehát tudták. Tehát azért ezt azért így örökségben kaptam az aputól, igen. De én nem, tehát én nekem az, hogy én színészettel foglalkozok, vagy színész legyek, nekem az sokáig nem esett le, hogy ez így tulajdonképpen a véremben kell, hogy legyen. Mert én tök véletlenül kezdtem el a színészkedéssel foglalkozni, és egyáltalán nem az apu unszolására vagy hatására. 17 voltál, amikor meghalt, ugye? Igen, igen. Ő tudta azt, hogy neked komoly ambícióid vannak színészként? Én annak örültem, hogy ő pont látott még színpadon, mert én akkor kezdtem el, tehát én 15-16 éves voltam, amikor valahol Európában című musicalbe. Ez az a klasszikus, az operett színházban, Kurkával, Haumannal, Forgáccsal. Így van, ez a klasszikus, ez 95 május 9 volt azt hiszem a bemutató, és akkor Szegedre egyből vittük a szabadtéri játékokra, és akkor ott látott az apu engem színpadon. Mit mondott? Hát úgy közvetve persze gratulált, meg nagyon örült, meg de igazából az anyu mondta nekem, hogy látta, hogy elsírta magát. Elsírta magát? De jó. Mikor látott téged? Ez jó. Ez nagyon jó. Mondd, Simon, amikor egy interjúban szóba jött a halál, akkor te azt mondtad, hogy neked nagyon speciális a viszonyod a halállal, pontosan emiatt, édesapád miatt, aki 17 évesen ment el, és azt mondtad, hogy neked utána az életedben nagyon sokszor van valamilyen módon jelen a halál. Igen, hát ez egy olyan dolog, hogy hát pláne ugye, aki orvos, mondjuk ott azért majdhogy nem egy kötelező dolog ezzel megbarátkozni, nem? Hogy így meg kell ismerni őt. Mindenféleképpen, és én igen, fejezd be, és aztán elmondom, jó, hogy én igazából, hogy gondolom. Igen, tehát én úgy voltam el, hogy nekem muszáj foglalkoznom ezzel, hogyha már ilyen korán jött az, hogy az apu elment, és fel hogy kell... Hogy ment el, azt lehet tudni? Hát ő 49 éves volt egy gerincsérve, megműtötték, és a műtéttel egy órára kapott egy hátsó fal infarktust, amiből már nem tudták visszahozni, meg hát ott sok minden, tehát azért nagyon sok sajnos, tehát kitolták a műtét után, de nem vitték be az intenzívre, megfigyelésre, meg igazából nem volt olyan állapotban fizikailag, hogy lehetett volna műteni, vagy altatni, tehát ott az a baj, hogy én nagyon fiatal voltam, és olyankor az ember nem nagyon tud ezekről a dolgokról, az anyját támogatja egy ilyen esetbe. Arra emlékszem, hogy az anyu állt elém, hogy ne menjek oda az orvoshoz, hogy mi van, mert hogy ezzel már nem tudtunk volna segíteni a dolgon, de mindegy, szóval az a lényeg, hogy ez így nagyon hirtelen jött, nagyon váratlanul jött. És nem betegségbe, illetve hát nem egy hossz, igen. Nem egy olyan betegségbe ment el, amire úgy számítani lehetett volna. És akkor én elmentem szakmunkásra dolgozni, mert hirtelen el kellett menni dolgozni, a színház mellett a Szabó Ervin könyvtárba közben pakoltam, meg szakmunkás, ilyen kocsikísérő voltam, és az apu halálára rá 3 hónappal a kezeim között halt meg egy kollégám, aki 43 éves volt.
Hogy te Isten. És akkor így ezen így elgondolkozik az ember, pláne ennyi idősen, így 18 évesen, hogy most miért kell nekem ilyen rövid időn belül ennyiszer találkoznom a halállal, és akkor itt, hát most tényleg nem akarok ebbe belemenni, mert nem akarom ilyen fekete fellegekbe a jó hangulatú beszélgetést behúzni, de ott nekem elég sűrűn és sok gyerekkori barát, fiatalon, meg nagyszülők, meg balesetek, meg izét, tehát hogy ezek így valahogy egyszerűen így. És jutottál valamire? Megoldó képletre? Hát figyelj, én igazából egy dologra jutottam, hogy elfogadni soha nem lehet, hanem meg kell tanulni vele együtt élni. Andrea, te nem fogadod el, ugye? Te azt mondtad, hogy te nagyon hiszel abban, hogy van folytatás. Egy évet hematológián dolgoztam, ahol bizony elég sűrű volt a lábcédula kiállítás. Mm. És akkor érkezett egy kisfiú, aki évre, napra, hónapra pontosan a Mátéval egy időben, egy napon fiaddal született. Fiaddal, Hesz Mátéval. Igen. És hát ő is aztán elég gyorsan megkapta a kezeléseket, de hát ezek nagyon rapid, nagyon gyorsan el... Vagy van olyan, amelyik meggyógyult, de ha nem, akkor a gyerekkori leukémia az egy gyors lefolyású történet, ami rémes. És közben látod, hogy először úgy működik a dolog, hogy te jóságos Isten, ez az első, amit reagálnak a szülők. Aztán akinek a hibája, akkor elkezdik egymást. Már a szülők, egymást közt. És aztán szétmegy a házasságuk, aztán az egészséges gyerek sérül, mert normális, tisztességes ember a beteg gyerekének kedvez. Tehát minden tönk, tehát borzasztó. És akkor én eldöntöttem, hogy az egyetlen menekülési út az a reinkarnáció, és akkor azzal kapcsolatban kezdtem el olvasgatni, és én nekem bizonyosság a fejemben, illetve bizonyosság volt, de ez sem ilyen egyszerű, mert ugyanakkor ugye van az az elméletem, mert vannak néha elméletek az ember fejébe, hogy borzalmas, ha 17 éves korodban elveszted az édesanyádat, édesapádat, a biztonságot, a nem tudom micsoda. A másik borzalmas, amikor megszokott, hogy mindig ott vannak. Tehát én 60 fölött voltam, amikor az apu meghalt, már 60 körül volt, amikor az apu meghalt, és ugye az anyu tavaly halt, meg voltam 65. Tehát borzasztó nagy ajándéka az életnek, hogy ilyen hosszan elkísértek. De megszoktam, meg, hogy itt vannak. Igen. Tehát ez sehogy nem jó, ez a játék. Ez sehogy. Köszi, nem tudom, melyiket választom. Persze én vagyok a mázlistám, mert rettentő sok élményem van velük. Plusz az, hogy az anyu az edzőm volt, ez még egy csavart kötés. De te úgy gondolod, és az van a te fejedben, hogy ti még találkoztok. Igen, de ezt az anyut, meg ezt az aput abban a formában, ahogy megölelném őket most is, soha többet nem fog. Tehát lehet, hogy egyszer azt fogom mondani, vagy mit tudom én, ránézek a Rozira, ő az unokám, 4,5 éves, és nagyon őróla is tudok sokat mesélni, akarjátok. Hogy jé, de érdekes, ez egy olyan mozdulat volt. Ez annyira érdekes, olyan, hogy ezt mondod. Igen, amikor először a családban meghalt valaki, az apunak rettentő jó és nagyon plasztikus történetei voltak, feloldandó a félelmeinket. És azt mondta, hogy tudod, meghalt valaki, nem mondták ezt, hogy ott ül a felhő, meg lenéz rád, meg szeretgetsz, szóval nem volt ilyen dajka mese, de hogy mész egy helyen, eszel egy almát, az alma, mit tudom én, almafa lesz belőle, egy másik ember leveszi ebből az almafáról azt az almát, és így tovább él az alma. És ugyanezt mondta, hogy eltemetik az embert a földbe, és aztán valahogy átkerül egy másik emberbe, nem tudom mi minden. Jó, hát az én szüleim halhatatlanok, és ez ki is volt hirdetve. Így van. Tehát ők frankon hivatalosan is halhatatlanok. Az volt az én különleges kapcsolatom a mostoha nagymamámmal, akit szintén nem szeretek mostoha nagymamának hívni. Hát az is a nagy, igen. Mert az Anikó is a nagymamám volt, a nagypapámnak a másik, vagy második felesége.
És vele én, amikor egész gyerekkoromban jártunk föl Csobánkára, ott volt nekik a házuk, akkor mindig UFO-kat néztünk, UFO megfigyelés füzetem volt, amiben a sportuszod előtt is láttam UFO-t edzés előtt. Hát ez nyilvánvaló. Ez természetes. De hát azt én is láttam. Azt tudjuk, hogy, tudjuk, hogy ott megfordultak. Van a fáradtságnak az a foka, amikor már UFO-kat látok. Igen, de hogy tehát végigkísérte az életemet, és az Anikó is agykontrollt elvégezte, akkor Reiki, akkor Bardó, tehát minden olyanon végigment, és aztán nagyon beteg lett, és megbeszéltük a halálos ágyán tulajdonképpen, hogy hát akkor figyelj, te tudjuk jó mind a ketten, ahogy tudsz, ahogy azonnal jelentkezzél, szóljál, hogy mi van. És nagyon érdekes, hogy azóta nem vettem észre, hogy ő szólt volna, vagy ő jelentkezett volna. Ez a, ami fura, hogy pont ő tőle nem. Miért nem. De közben meg volt olyan, hogy a konyhába beszélgettünk az apámról, meg a nagyapámról, akik akkor már mindketten halottak voltak, az Anikóval, az anyai nagyanyámmal, az anyuval, húgom én, és az Inga óra az így megállt a konyhába. Úgyhogy fel volt húzva, nem, tényleg, tehát nem vagyok golyós, hanem egyszerűen megállt így, és volt olyan is, amikor meg a nagyi meghalt, hogy mentünk Győrbe egy filmvetítése pont, és bambultam ki az ablakon, és teljesen ugye magamban voltam zuhanva, mert akkor halt meg a nagymamám, és ahogy rá gondoltam, ilyen nagyon lassan így egy ilyen hulló csillag, de szeptember végén így követte az utat. Ez abszolút értem, érzem, fogom, amit mondasz. Én az első karácsonykor, az apu meghalt augusztus 18-án, és jött a karácsony. És az Eszter mondta, hogy neki jön álmába, meg azt mondja, hogy ezt csináld, Eszterke, meg azt csinált. Nekem nem jött se az álmomba, se ébrelétbe, és szeretem azért a dolgokat úgy alakítani, hogy ne szomorkodjak nagyon, tehát mindig kitalálok valamit, hogy jobb legyen. És hát biztos azért nem, mert elintéztünk mindent életébe, és hát nincs, tehát rendben vagyunk. Tehát aki azt mondja, hogy meg lehet szokni, az nem mond igazat. Tudomásul lehet venni, és nem olyan maró már, de a hiány az ott, tehát van valami hiány. Na mindegy, és mondom, apu, üzenj már valamit, mert ez annyira nem jó, hogy nem tudok róla semmit. Bementem itt nem messze innen, ahol most vagyunk, van egy ilyen éjjel-nappal nyitva lévő, ez most a reklámhelyem annak közért, és tudjátok, a pénz, amíg vársz a sorra a pénztárnál, hát oda van rakva minden, hogy hát, igen, ha kedvet kapsz, és vannak azok a kis csokoládék föliratokkal, boldog névnapot, meg ezt-azt. És úgy belemarkoltam, és kivettem hármat, és mondom, na, hazamegyek, szépen lerakom egymás után a három csokit, ezt meg is írtam valamelyik könyvben, szerepel is a történet. És a következő sorrendben így volt, hogy ne szomorkodj, nagyon szeretlek, az élet megy tovább. És így álltam, és azt mondom, hogy kösz, ez tökre rendben van. Ez tökre rendben van. És ez biztos, hogy az apu rakta össze. Hát tehát én se vagyok, ketyos vagyok, de nem ennyire. Ketyos vagyok, de nem hülye, igen. Tehát, hogy ezekre nem tudsz mit mondani. Hát ebből az anyu, már az anyu is nagyon beteg volt, és azt mondja, hogy úgy elgondolkozott. És azt mondja, hogy hát nem lehet ez a más világ egy rossz hely. Édes Istenem. Hát szegénykém, itt ülsz a fotelodba, és gondolkodsz, és mikre, most erre mit mondjak? Hát ez nincs a készletedben erre egy kész sablon mondat. Azt, hogy ugyan már anyu, miket beszélsz, hát ezt az ember nem mondja. Jaj, azt mondja, nem a halállal foglalkozom, hát látom. Azt mondja, nem, csak azon gondolkodtam, hogy ha nem jó hely lenne, apád már régen visszajött volna. Neked, Simon, fiadban visszaköszön az édesapád? Csak itt mondott egy gesztust, Andrea. Hát én azért kezdtem itt nagyon nagy szemekkel nézni, meg ezt bólogatni. A reinkarnációt meg bólogatni, mert nagyon érdekes nekem, ugye egyszer van egy kislányom, ő 7 éves lesz decemberben, és a fiam 10 éves lesz most júliusban, és hogy például a fiam, ő is most elkezdett gyerekként
színészkedni. De úgy mentek el, most ez is akkor reklám, a Földesi Margithoz, hogy én nem tudtam róla. Az anyukája elvitte. Úgy választották be az első darabba, hogy nekem direkt nem szóltak, és én már úgy mentem be vele a próbára a Pesti Színházba, ahol az előtte levő évadban én játszottam a lóvát, tehát lovagokat megyek be, és jönnek a kollégák, Száva, miért benne vagy te is a darabba? Mondom, nem, várjatok, én most csak mint apuka vagyok, itt van a kis fiam, ő lesz a szereplő, és tehát, hogy tényleg így elakad az ember szava, amikor ezek így megjelennek a gyerekekbe, és a kislányom, ő egészen érdekes, mert benne pedig az én nagymamámnak a mozdulatait, az arc kifejezéseit, ahogy az nagyon furcsa, hogy az étellel bánik. Tehát az egészen elképesztő. Beszélhetünk egy picit, ha már Alföldét említetted, és igen. Hogy imádom. Szenzációs négyesben szúrt ki téged, ő volt a zsűri elnök, és utána elhívott a Centrálba téged. Hogy annak a műsornak, a Szenzációs négyesnek minden pillanatát te vállalod, és úgy gondolsz rá, hogy minden úgy volt jó, ahogy volt? Az egy mondjuk úgy, hogy vegyes megítélés, szórakoztató műsor volt az RTL-en. Figyelj, ez egy vegyi gyümi, ez szerintem úgy van, hogy az elején az ember, hogyha azt mondja, hogy akkor bevállalom, akkor muszáj elfogadni azt, amit ott csinál, tehát úgy nem tudsz hiteles lenni benne, ha nem is fogadod el azt, amit csinálsz. Tehát, ez jó. Most gondolkozom, hogy mik meg hogy, de számomra nincs benne olyan, amit ne vállalnék. Ugye volt egy eredményhirdetés, amire emlékeim szerint te nem mentél ki. Tehát mesztelenül kellett ott nektek valamit előadni, és akkor te valamit magad köré csavarva kimentél a színpadról, és már nem jöttél vissza. És akkor nem tudta eldönteni a néző, hogy te rosszul lettél, ez egy megszerkesztett botrány, és akkor Szabó Simon nem állt ott, ahol a többiek ott. Ennek egy nagyon... Tartik fütyiben? ez ugye két dolog van. Az egyik, hogy ugye ezt még a Novák Katalin is kiemelte a Híradóba, hogy a kereskedelmi tévén mesztelenül táncoló szereplők, és hogy milyen, micsoda fertő. Csak hogy hát ugye azt nem szabad elfelejteni azért, hogy az előadó művész se hülye. Tehát, hogy ha nekem azt mondták volna, hogy álljak ki egy szál pöcsbe, és lóbáljak törül között magam körül, akkor azt mondom, hogy szó nincs róla. Viszont, ha egy alsó nadrág van rajtad, és azt mondjuk, hogy egy szál pöcsbe vagy, és lóbáld a törül között, akkor az már úgy, mivel színész vagyok, elvállalom. Uh-huh. És az már rajtam múlik, hogy elrontom-e a műsort, és leesik, és akkor látják, hogy alsógatyában vagyok, és kamusztam, vagy megcsinálom jól a műsort, és senki nem fogja tudni soha, hogy én alsógatyában voltam. A törülköző alatt. Ennél sokkal prózaibb oka van annak, hogy én kiszaladtam onnan, mert én mentem nyaralni a családdal. Egy élő showból? Nem, hát... Kvázi nem élő. Nem tudom, igen, hogy mennyire, mit lehet erről akkor ez nem volt elárulni. Egy bizonyos része élő volt, egy bizonyos része hát nem. Ez a kvázi élő show. Tehát, ha jól értem, mondjuk úgy, hogy időpont egyeztetési problémák miatt voltak olyan részek, amelyek nem voltak élőbe sugárzottak, és erre te egy geget találták ki? Most jól így értelmezem a dolgokat? Igen, a producerrel közösen egy geggel tudtuk megoldani azt, hogy ilyen egyeztetési problémát intézünk. Van olyan film egyébként, amire, ha már produkcióból indultunk, amire ma már azt mondod, hogy nem kellett volna elvállalni? Érdekes, mert egy olyan produkció van, amit mai napig nem tudok elfogadni, és egyébként mérges is vagyok emiatt a producerére, aki a Káromista Gábor. Amikor a Szíven szúrt országot forgattuk. Marian Kozmáról. Uh-huh. Marian Kozmáról, igen, akkor azért ő ezt erősen úgy mondta, hogy gyerekek, gyertek, csináljuk, mert hogy tényleg történt ez a tragédia, és hogy ez az ő emlékének állít, vagy az ő emlékére készül ez a film, és ez igaz is, és ez így is van, de azért ott egy elég erős háttértartalomban, viszont ugye így a cigány bűnözésre lett kihegyezve Tehát más lett egy kicsit a tartalom, mint amiről először beszélgettünk, és erről meg minket nem kérdeztek meg egyik színész se, hogy így is szerepelnétek-e benne, meg adnátok hozzá neveteket, hogy egy kicsit más lesz a tartalom. Tehát ezt most már nem vállalnám el. És te ezzel csak a film bemutatását követően szembesültél. Uh-huh.
Igen. Ez nem teljesen tűnik korrektnek, hogy finoman fogalmazzak. Nem, meg pláne azért, mert most mindentől félre, tehát minden politikai, meg ilyen hétköznapi, én tök jóba voltam a káromistával. Tehát én dolgoztam vele a zuhanó repülésbe, tök korrekt volt, ott jóba lettünk, forgattunk. Milyen jó, dolgoztunk. Hogy én ezt nem tudom, hogy most ezt nem értem szerencsére, hogy miért kéne, vagy miért nem kéne, nem is akarom tudni semmilyen politikát. Nem, csak hogy itt, hogy ugye én politikai okokból nem szeretek vitatkozni. Tehát, hogyha valakivel politizálni kell, akkor én viszonylag hamar elmondom, hogy én mit gondolok, és hogyha valaki nem ért azzal egyet, vagy én nem értek azzal, amit ő, igen, akkor el lehet dönteni, hogy tudtok-e együtt dolgozni? Tovább dolgozni, vagy egyetem nem beszélni. Figyelj, nekem a legjobb gyerekkori barátom szöges ellentéte a kettőnk politikai nézetei. És azóta is. És azóta is napi kapcsolatban vagyunk, napi kapcsolatban jóba vagyunk, szeretjük egymást. Nem politizálunk. Nem politizálunk, tehát ezt el kell dönteni. De ha jól értem, neked azzal volt bajod e film kapcsán, hogy egy picit a cigány bűnözést, mint fő okot megnevező narratív alakult ki a filmben. Így van, így van. Ezt tudod, miért érdekes? Mert tudomásom szerint te fiatalkorodban, ha rövid ideig is, de skinhead voltál. Egy ilyen erős tévedés kapcsán. Igen. Tehát körülbelül 2 hétig voltam skinhead House of Pain-es pulcsiba. Tehát annyira fogalmam nem. A House of Pain az egy rap zenekar. Csak igen, azért mondom, hogy ennyire voltak identitásbeli problémák, és itt beszéljünk arról, hogy 12-13 éves voltam akkor. De akkor mit tetszett benne? Eleve az, hogy valahova tartozhatsz, és hogy mindenki nagyon erős, és mindenki ugye feltételek nélkül tud üvöltözni és vonulni az utcán. És hülye gyerekekről beszélgetünk, tehát nem olyan komoly skinheadekről, akik most nem tudom, ilyen jót tett neked az úszoda, mert ott is tartoztál, aztán valahova nyilván. Így van. Nem, hát igazából amikor az ember elkezdi próbálgatni a szárnyait, és próbálja felfedezni, hogy tényleg ki is ő valójában, és hogy kik azok az emberek, akikhez szívesen csapódik, és akikkel szívesen, és hogy mi az, amit együtt tudnak képviselni. Ezt az ember egészen élete végéig próbálgatja. Nincsenek vége. Volt egy pont, amikor rájöttél, hogy hát ez nagyon nem az én társaságom? Hát ez gyakorlatilag már az első 2-3 alkalom, amikor találkoztam, már akkor rájöttem, csak ugye hát mondjuk ez 1 hétig vagy 2 hétig tartott, mire aztán ezt így loptuk. Elég erős váltás volt, mert utána azokat a skinheadeket, akikhez én is, azokat kezdtük el kergetni egy másik brigáddal, amikor beültek oda a szabadságtérre. Na hát tiszta ácsferi történet. Ja, teljes mértékben, igen. Te Andrea, mondd, ha már írtál egy könyvet a te étkezési zavaraidról, kérdezhetlek erről? Dehogyne, de étkezési zavar. Zavar? Ez csak egyes számba, de nem, étkezési zavarok azok, mert az szerintem van mindenkinek egyébként, így ahogy körbenézünk a világba. Az egy ponthoz köthető, amikor egy szakember, egy felelősen és okosan gondolkodó nő egyszeribe csak rájön arra, hogy hello, hát itt baj van. Ezzel nekem valamit kezdeni kell? Az egy pont, vagy egy folyamat? Persze, ez egy függés. Uh-huh. Ez egy függés. Ez ugyanolyan, csak a drogod, nem az alkohol, nem a nikotin, nem a társfüggés, nem a igen, mindent elmondtam, azt hiszem, hanem a kaja. Na most az azért nagyon nehéz, mert azt mondhatod elvben, hogy letettem a drogot, letettem a cigarettát, megtörtént, a társfüggést azt nem tudom, hogy lehet letenni, ezen még nem gondolkoztam. Mert hogy az vagy? Nem, dehogy is, nem voltam soha. Dehogy is. Az hál' Istennek nem. Nem. De hát a kaját nem hagyhatod abba, mely éhen halsz. Vagy ezt átkerülsz a ezt másik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy te faltál egész nap, amikor csak volt alkalmad? Ó, nem, amikor szomorú voltam. Tehát mindig voltak úgynevezett beindító dolgok. És akkor ugye eldöntött, hogy nem, ma nem, és minden nap belebuksz. Te tudod, hogy milyen magánéleti útelágazás következtében alakult ez ki? Magánéleti, sportbeli, igen, tudom. És azt meg és kellett tudtam oldani, és utána tudsz a függőségtől is megszabadulni, nem, ugye? Nem, a függőségtől úgy szabadultam meg, hogy egyszer csak elég lett. Tehát elegem lett abból, hogy ural engem valami. Hát igen. Tehát a cigarettázást is úgy hagytam abba, hogy tanultam éjszaka, vagy valamit, mit tudom én, valamit kellett éjszaka csinálni, elfogyott a cigaretta. És akkor hol van? Hát ismeritek, hol van a cigaretta.
és képes voltam fölöltözni és lemenni a benzinkútra éjjel 2-kor, és álltam a benzinkúton, pizsamára húzott téli cuccba esett a hó, és azon gondolkodtam, hogy most ez tényleg te vagy? Szóval ezt most komolyan mondod, hogy képes vagy egy anyagért idejönni, mert a 10 éves kamasz gyerekemet, aki nagyon rendesen tartott otthon dugicigit, mégse ébresztett föl éjjel 2-kor, hogy kicsikém, adjál mamaminak egy szál cigit. Szóval azt még gázabb lett volna. Inkább a benzinkút, és hogy visszatérjek, ugye saját magamnak is képes vagyok közbevágni, hogy az volt a plusz teher a dologba, hogy én bennem volt egy viszonylag jó kép magamról, tehát álltam a világ tetején, és nekem szólt a himnusz, és kihirdetetten én voltam a legjobb valamibe, és naponta belebuktam abba, amit egy 3 éves vagy 2 éves gyerek tud, hogy éhes vagyok, eszem, jól laktam, abba hagyom. És ez totál káosz volt, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy most már megjártam, nem tudom, Tolnától Baranyáig mindenkit 3 perc alatt megettem. Meggyőzted őket. Igen, tehát mondjuk a Péter ebben nagyon jó volt, a Popper, azt mondta, nyuszikám, majd ha egyszer abba akarod hagyni, akkor abba hagyod. Hagyjál engem békén, most én fekszem az ágyra, és te analizálsz engem. Tehát a dolog el volt bagatelizálva, fogtam magam, és elmentem a Csernushoz, akinek nem csak a híre volt borzalmas, hanem ő maga is tenetes volt. Tehát gyakorlatilag fölmosta velem a 12. kerületet, ott volt a rendelője, de így, és valamit megmozdított. Körülbelül azt, hogy na hát azért már, ezt már azért ne, hogy ne legyél már erősebb, mint én. Hát ki vagy te? És egy olyan dafkét, vagy egy olyan ellen, nem is tudom, nem tudom jobban mondani, tehát na csak azért is. Tehát, hogy és te le fogod győzni a te esendőséget, szenvedélyed. Igen, mert hogy mondom, olyanokat mondott, hogy meg fog dögleni, pont úgy, mint a jellemtelen apja, és ez volt a legfinomabb. Tehát azt nem értettem, hogy... De nem szóltál vissza, mikor ilyeneket hallasz édesapádra? Nem, és ez volt a legdöbbenetesebb. Mert nem vagy tehát az a kimentem típus, aki... Kimentem a temetőbe, emlékszem utána, mert az viszonylag közel volt, hogy a Farkasréti temető, miután ugye mosorony volt, vagy felmosorony lettem, és ültem az apu sírján rajta, és azon gondolkodtam, hogy úristen, hát nem védtelek meg, apu. Effektíven nem védtelek meg egy ilyen tetűtől. Hát úgy utáltam, mint a... nagyon. És visszamentem hozzá, és negyedszerre is visszamentem, és aztán elkezdtem rájönni, hogy tökre igaza van. De miben? Mindenben, ahogy kirángatott engem ebből. Elküldött egy csoportban, most azt gondold el, nem tudom, jártatok-e valaha ilyen önsegítő csoportba, hát, hogy ugye, akkor el kell oda menni. Miért akkor nem jöhetek? Tőlem azt csinál, amit akar. Tehát nem értettem soha, most se értem, hogy miért nem félt attól, hogy valaki hazamegy és bekapja a gázcsövet. De valószínűleg tudja ennek a... Nyilván ő is megjárta, tök mindegy minek, de hát tudja a történetet. És egyszer se szóltál vissza? Tehát a későbbiek során se tetted ezt helyre? Nem, aztán nagyon jóba lettünk. Jóba lettetek? Abszolút, és imádom. Nekem abszolút. Érdekes, mert én egyszer beszélgettem vele, ilyen pánik rohamaim voltak, és akkor mondtam neki, hogy így meg úgy meg íze, és ő pont azt mondta neki, hogy jaj, de úgyis ez sima, én nem kell egy gyógyszert szedni, egy kicsit szedd össze, blablabla, és nem tudtam belőle kijönni, és gyógyszerrel tudtam utána kijönni belőle. Viszont utána már gyógyszert azt én magamnak állítottam le, meg utána le is. És ez az igazság, ami tőle igazából útravalónak szerintem meg lehet tanulni, az, hogy ha egyszerűen az ember maga nem dönti el, hogy mit akar, akkor bármit is csinálhat, fejen is állhatsz te is, bárki más is. Így hogyha van. Te nem döntöd el, hogy le akarsz valamiről szokni, vagy te változtatni akarsz valamin, akkor bárki bármit csinálhat. Ez pontosan így van. És ez sajnos és akkor elmentem ebbe a csoportba, ahol hát ugye hát nem kicsit voltam betolva, mondjuk, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, hogy én, nem tudom ki az én, meg hogy mi az én, de én, hogy én most itt ki fogok állni, hogy itt vannak, szóval mindenféle betegek. Mindenféle betegek,
akik eljutottak a fájdalomnak arra a fokára, hogy már tud róla beszélni, mert ez egy fájdalom, meg egy szégyen. Tehát én azért beszélek most már, és írtam is, ugye megírtam a könyvet, ami nagyon sokat segített nekem a rendbejövetelbe. Tényleg. Hogy nem vagy selejtes, aki elolvassa, hogy nem vagy rosszabb, hogy nem vagy értéktelenebb, mert ezt mind érzi az ember akkor, amikor, hogy én most oda ki fogok állni, és azt fogom mondani, hogy Andrea vagyok, és szerbusztok, Andrea vagyok, és függő. Hát úristen, megnyílik a föld. És de nem nyílt meg. Nem nyílt meg a föld, sőt, annyi se történt, amit ugye azok, akik körülöttem voltak, azért sejtették. Mert ez egy olyan betegség, mert betegség, ami rejtőzködik. Tehát van egy nagyon szép arculatod, hogy te vagy a sikeres orvos, a sikeres tévéizé, a sikeres ez az, és van egy olyan háttéréleted, ami minden csak nem sikeres. De ha ez jól sejtem, ez bulimia volt. Ez bulimia volt, persze. Uh-huh. Persze. Ami ugye azzal jár, hogy az ember hányatja magát, nem? Úgy. És akkor a kajálást nem lehet lerakni, de azt el lehet dönteni, hogy normálisan étkezem. Elromlik valami, mintha egy termosztát, de hát érdekes ez, amit én mondok. Abszolút. Hogy mintha rosszul lenne egy relé beállítva. És nem fizikai éhség, hanem a lelkedéhes. Egyre válaszolj, aztán többet nem kérdezek erről. Ugye ennek nincs köze az aranyérem elmaradásához. Tehát, hát, kicsit igen. De. Igen? De. De lehet, hogyha megnyertem volna az olimpiát, akkor sokkal rosszabb lett volna valami más. Igen? Nem tudom. Mert ott, ha nagyon közel, ez most úgy hangzik, mint a savanyú a szőlő lenne, ha nagyon közel repülsz a naphoz, és nagyon fönn vagy, megolvadhatnak a szárnyaid. Ezt már az Ikaroszik is egész jól. Ott se jött be. Én ma már nagyon szeretem ezt az ezüst meg bronzérmet. Mindig picit fog fájni az éppen, hogy csak nem. Azóta ért sok jó, meg sok rossz is. Ez egy hiány, de néha azt gondolom, hogy ettől voltam szerethetőbb, mert az embereknek általában nem sikerül. Mindenkinek van egy ezüstérme. Tehát, hogy ettől lettem én a mi lányunk. Mert az lettem. Igen. Már amennyire lány vagyok, hát mondjuk. Igen, zserbúval mindenképpen. Gyarmati Andrának és Szabó Simonnak nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük, azt hiszem mondhatom mindkettőnk nevében. Így van. Kicsit féltem, de mint minden újdonságtól azért örülök, hogy itt lehettem, szerintem hát, te is. És én nem tudom még többször megköszönni a Zserbót, de olyan finom volt, minden jó volt, nagyon jó volt beszélni, hallgatni. Jó, szóval olimpiai bajnok Zserbó. A Zserbó. Aranyérmet arra biztos, hogy rendben szó nélkül.